a 2013 évi 8. Magyarok a Marson döntő, amit a Pali fog közvetíteni. 5, 4, 3, 2, 1, óra indul. Április 6-a van, szombat. A helyszín, ahol vagyunk, ez a 8. magyar alkalmazott mérnöki tudományok versenye, népszerű nevén magyarokamarson.hu, így egyből az interneten is meg lehet találni. Amit most látunk, az a verseny döntője, tehát hosszú előkészületek után, ami időben nem volt olyan hosszú, 2 hónap, de intenzív előkészületek után, a verseny, amelyik idáig volt, sok fordulóján keresztül, a legjobb 4 csapatot látjuk, amely izgalmas is lehet, és most még itt ugyan az elején vagyunk, aki majd többször fogja végignézni, az nem fogja érteni pontosan az n-edik végignézés után, hogy miért izgulok én ennyire, de azért, mert ez a verseny már izgalmakkal teli lehet, hiszen idáig, aki eljutott idáig, az többnyire őnála rosszabb csapatokkal versenyzett. Most mindenki nagyon jó, és ezek a bizonyos robotok, amelyek távirányítással működnek, nem autonóm módon, távirányítással, de autonóm módon, ami azt jelenti, hogy nem egy joystick mögött, vagy egy játékkonzol mögött áll egy ember és irányítja az adott robotot, hanem stratégiai célpontokat állítanak elő neki, állítanak neki elő. A cél az, hogy ezekbe a fekete négyzetekbe elhelyezzenek mágnes darabokat, ezért megfelelő számú pontszám jár, a könnyebben elérhető helyekre ott kevesebb pontszám jár, a nehezebben elérhető helyekre több pontszám jár. Igen ám, de ez kevés, ez nem lenne egy jó verseny. Egymással is versenyeznek, össze is szedhetik ezeket a bizonyos mágneseket. Én úgy érzem, hogy nagyjából elmondtam, ha valakinek kétsége lenne, akkor a magyarokamarson.hu-n megnézheti, ha majd később nézi, akkor a 2013-at nézze, és innentől kezdve az egyszerűbb lerakásos pillanatok után egy bonyolultabb állapot lesz, amikor elrabolhatják egymás már elnyert és egyébként számolt pozícióit a úgynevezett konkurens versenyzők. Erre különböző módszerek vannak. Az egyik jármű, amely a Mars Poetica, ő egy ilyen ablaktörlő módszerrel egy mágnest mozgat a célterület fölött, amivel a már ledobott más csapatok, vagy esetleg a saját mágnesét is össze tudná szenni, ezt mindig megteszi, és ha tudja, akkor az ő saját mágnesét is lerakja. Az Out of Balance nevű erdélyi marosvásárhelyi csapatnak egy piros-kék pöttyös eszköze van, és szegény le is esett, éppen őróla beszéltem, de remélem nem ezért esett le, és ő is igazán eredményes volt idáig, megpróbálja most korrigálni szerintem a pozícióját, és fölvenni az előzőek által lerakott mágnest. Aki előttem áll, vagy akik előttem állnak, és egyébként szó szerint is, ők pedig a Mars Mining Corporation, MMC, így is ismerszik, 2006 óta mindig versenyeznek, 2006-ban ők voltak azok, akik megnyerték, és 2010-ben is ezt a versenyt ők nyerték. Ők egy nyugodtabb, minél több pozíció elfoglalót, stratégiát választottak, legalábbis ideig a verseny során, és azt is igyekeznek most betartani. Attila, most mondj, mi legyen. Attila, most mi legyen? Aki? Egy-egy méterre tegyétek el egymástól. Jó, egy-egy métert egymástól. Nem kell visszahoznod, csak ha akarod. Azt mondják, hogy ők visszahozzák. Jó. Ezáltal ritkább lesz az esélye, hogy újra egymásnak mennek. És a többit sem veszélyeztetik. Egyúttal ellenőrzik is azt, hogy történt-e valami probléma a készülékükkel. Akiről még nem beszéltem,
Bejjebb teheted, ha akarod. Ott jobb a kép. A zöld sarokban tehát az MDC nevű csapat. Az MDC az Óbudai Egyetem Kandó karáról érkezett. Az Óbudai Egyetem volt régen a Kandó Kálmán villamosipari műszaki főiskola, illetve a budapesti műszaki főiskola, illetve több másik főiskolának az egyesítéséből jött létre. Ők az Óbudai Egyetem kandókara, tehát azaz alapvetően villamosmérnökök és minden, aki ide tartozik. Ők szép lassan, nyugodtan, egy viszonylag egyszerű, szépen araszoló robottal, de nagyon eredményesek voltak mindidáig. Közben történt egy 72-es adminisztrálás? Out of balance-nak van egy 72-ese. Ti is figyeljetek, hogy ő írja-e. Arra kérek mindenkit, hogy mindenki ügyeljen, hogy a verseny tiszta maradjon, valakinek van valami észrevétele, azonnal szóljon és most. Az ütközés ugye úgy van az eredeti versenyszabály, hogy egyik a másikból ugye nem tehet szándékosan kárt. Véletlen eset történt ugye ütközésnél, azaz azért sajnos ezek az automatikák annyira nem professzionálisak még, hogy az ütközést is el tudják kerülni 100%-osan, valószínűleg majd a legközelebbi robotjaik olyanok lesznek. És akkor ezáltal az előbb ugye visszavitték a kiinduló pontba, és ellenőrizték a saját egységeiket. Az MDC próbálna elérni egy helyszínt, de gyakorlatilag távirányítják a csapatok az egyes eszközeiket, de olyan mértékig, hogy stratégiai pozíciókat jelölhetnek ki nekik, hogy merre kell menni. Itt most van egy esemény, amit figyelnek. Jó, ez majd a végén értékelhető lesz. Tehát, amikor felszednek egy mágnest, akkor a lerakott mágnes, ha eltűnik, akkor azt az automata, amelyik egy szoftver, az igyekszik követni. Tehát minden egyes lerakott mágnesért egyszer pont jár, majd utána a véglegesen lemaradt mágnesek számítanak. Mindegyik csapatnak van egy saját színe, ugye attól függ, hogy melyik sarokban indul, piros, zöld, kék, lila. És a mágnesek színe ezzel azonos, és az először lerakott mágnes érpontot, majd utána, amikor fölveszik a mágnest, azzal teljesen nem nullázódik le, de természetesen a legvégén összeszámolt mágneseknél nem szerepel az a mágnes, amit egyszer leraktak. Ebből egy háromszoros értékelés jön ki, tehát az egyszer lerakott mágnes, a másodszorra fölvett mágnesek, illetve a helyben maradt mágnesek összpontszáma. A legvégén megoszlik az egy helyszínen levő pontszám több csapat között, ha például hárman vannak a 108-as értékű középső pozíción, akkor elosztódik hárommal ez az összeg. És így alakul ki egy abszolút végső pontszám. Tehát egy 36-ost az MMC elért jól. Jól veszük, András? Jó. Most egy nézőnek akkor izgalmas a verseny állítólag, hogyha ütközés van. A versenyzőknek nem nagyon, mert ők nem nagyon szeretnének ütközni, ezért, hogyha jó stratégiát adnak a versenyző, a verseny biztonsága szempontjából, akkor igyekszik ezt az ütközéseket elkerülni. A verseny elég komplex, alapvetően irányítás technika, azon belül szabályozás technika az újdonság az idei versenyben, és az összes többi idáigi
versenynek a tudására is szükség van, azaz van egy központi úgynevezett műholdkamera, az a pálya fölött van elhelyezve körülbelül 8 méter magasságban, belátja az egész pályát. Ennek alapján és a színek, színkódok alapján navigálnak többnyire ugye a csapatok, és így tudják kontrollálni szintén szoftver automatikával, hogy hol jár a roverjük, maga a rover akár önállóan is ki tudja számolni, hogy hova kell neki eljutnia. A legnehezebb itt a versenyben úgy feljutni az emelkedőn, hogy ne essen hasra és hanyatt az adott robot. Az is nehéz, hogy összeszedni az előzőek által lerakott tehát ugye mágneseket, illetve elhelyezni a saját mágnest úgy, hogy azt aztán utána ne szedje föl. Tehát azért ez igen komplex kis eszköz. Ezt nehezíti azt, hogy van egy súlyhatár, mérethatár. Súlyhatár az össztömegben, teljes össztömegben a 4 kg, méretben a 25x25 cm, de forduláskor az 50x50 cm-t nem haladhatja meg. És más egyéb ilyen unalmas szabály van, még amit a magyarokamarson.hu oldalon részletesen a 2013-as oldalon el lehet majd olvasni. Azért használtam ki ezt a álló helyzetet, mert pillanatnyilag látszólag semmi izgalmas nem történt. Ami sokszor az adott versenyzőknek izgalmas, hogy miért nem megy már arrébb az a robot, amikor ők kiadták neki a vezérlést. Nem csak a versenyzőknek a saját ötletessége versenyez, hanem a szervezők által biztosított terep is, illetve az az infrastruktúra, amely például a hálózat. És itt kell elmondanom, ami nagyon fontos, az, hogy a helyszín az idén Szeged, és Szeged a Déri Miksa középiskolának a tornaterme, amit nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni a helyszínnek a biztosítóinak, és még azt is el kell mondanom, hogy ők mivel a helyszín biztosításával is kellett foglalkozniuk, jóval kevesebb idejük maradt úgy versenyezni, mert természetesen ők is versenyeznek, mint azok, akiknek ebben nem kellett foglalkozni. Ez valami külön extra dolog, aminek most a teljes kifejtéseit a döntőben nem fér bele, de ennek majd utána lehet nézni újságcikkekben, például az Élet és Tudományban. Én nálam izgalmasabb is az, amikor maguk a versenyzők egy-egy esemény után, ami hát ugye jelentősebb, leraktak, felszedtek, elakadtak, elindultak, hogy miket beszélnek. Azért mi vesszük itt a teremhangot is, és majd megpróbáljuk ezeket beszerkeszteni. Valószínűleg fölkerül a videó megosztókra olyan vágatlan nyers változat is, ami egy az egyben ez, ami itt elhangzik. És nyilván majd valaki azt is fölteszi, amit saját maga hozzá tett, tehát az ő saját hangfelvételét. Reméljük módosított változat azért nem kerül föl. Ez egy izgalmas pillanat, leesik-e a kis rover vagy nem? Leesett, de túlélte. És a második is leesett, és bukfencezett egyet, és valószínűleg megy tovább, legalábbis bízunk benne. Az első nem kieső, leeső volt az MMC, a második pedig az Out of Balance, erdélyi marosvásárhelyiek. Egy perc van hátra a versenyből. A verseny tisztaságára több pályabíró ügyel, ez egy nagyon szép szó, valójában ugye lelkes hozzájárulók, akik minden egyes csapatot ellenőriznek, és maguk a csapatok is odafigyelnek, hogy jól legyen megszámolva, hogy hány darab mágnes került be a célterületekre. Mindezt egy szoftver rögzíti, amely többször szerepelt már a
az előadásainkban. Fél perc van hátra. Negyed perc van hátra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és itt a vége.